Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és jöjjön a kis fejhatározó második része, mert hogy még mindig hagytunk nektek egy csomó furkót, és hogy kik lesznek? Lesz itt hangyássűnfej, lesz rothadó ringlófej, ezt talán ki is kéne találnotok, hogy ki az. Na mindegy, hagyjuk, jön a jávorszarvasfej és az igazi rinocéroszfejű furkó, úgyhogy tartsatok most is velünk! Itt van régi barátunk, kezdjük most vele, G.T. Péterrel, akinek igazi idegesítő hangyássűn vagy opossum feje van. Erről majd nyissatok vitát, léci a komment szekcióban, mert nekem most hirtelen nem jut eszembe, hogy melyiket nézném, az biztos, hogy visszataszító. Azért egy csúnya szeplős gyerek, hát valljuk be őszintén. Mert hogy ez egy gusztustalan műsor, ez a fejhatározó, úgyhogy legyünk kellően furkók mi is. Köszöntsétek Mr. Furkót! Szevasztok! Na de ennek az embernek azért van néhány igazi, aljas dolga, mert hogy ugye a kőkeres, jól keres, emlékeztek, hogy apuci kőkemény kommunista volt, a kisfiának pedig jó sok pénzt is hátrahagyott az ilyen igazi kivagyiság mellett, és hát Geszti Péter a valódi tehetsége mellett azért élt is azzal, hogy minél aljasabb legyen. Hogy nem neked, nem vagyok szent, és nem vagyok ördög sem. Most tényleg csak próbáljuk meg ezt a legutóbbi katás történetet, amikor egy rendkívül vicces kis számot nyomatott, azt is ugye koppintva, miközben azt elfelejtette mondani, hogy a nagy aggódás közepette legalább 80-100 millát kaszát, elvileg a kata törvényen. Hey kata, itt hagytál a combos rezsivel. Kíváncsi vagyok, hogy neked mit jelentenek becsület. A becsület az egy olyan dolog, ami ott van a bőr alatt, ugye erről is szól az egyik dal a Pál utcai fiúkban, és hogyha az bepiszkolódik, az szerintem egész életében mérgezi utána az embert, még akkor is, ha legtöbben úgy csinálnak, hogy nem, de közben igen. És azért én azt gondolom, hogy azt nem lehet elveszíteni. Hogyha általános morális szempontokat veszünk félbe, igen, bár a mai kulturális politikai helyzetben ugye sokszor vita az, hogy hol a határ? Hol a határ? Szegény srác, és most kihúzzuk alóla a sámlit, és még a rezsit is alig tudja fizetni, mert ezért is sírt. Kata, sok nekem ez így jó szerivel, mert rezsi csak hízik, a fejemre nő, és különben is rezsi nem jó nő, sőt rezsi nem is nő. Jaj, jól, ugrós, amíg elmondom! Felé hat, fogd be! Hazafiság. Te hazafi vagy? Hogyha a hazafiság azt jelenti, hogy azokhoz az értékekhez próbálsz kapcsolódni, amelyek szerintem például a magyar kultúra igazi szép felső osztályát jelentik, akkor azt gondolom, hogy igen. Ma nehezebb egy kicsit ebbe úgy beleszeretni ebbe a fogalomba. Ma nem tudnám megírni a Magyarország című dalt, tehát hogy ma nehezemre esne ezt megírni, akkor hittem bennem. Én ígérem, hogy már az idén megváltozom, új arcomat fogom mutatni, és egészen lassan fogok beszélni. Uraim, kívánom, hogy önöknek is ilyen könnyen sikerüljön minden az új évben. Nem szép dolog sértegetni, nem szép dolog főleg nőket sértegetni, de aki úgy viselkedik, mint Gurmai Zita, az bizony amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Mert hogy a rinocérosz fejű, és nekünk most ez jutott eszünkbe Gurmai Zita. Egyszerűen minden hétre szolgáltatott valamit, úgyhogy már csak időnként tettük be, hogy azért ne unjátok meg annyira. De hát azért amellett, hogy ott volt a híres futása... A szocialista kormányok alatti szegregáció miatt Gyöngyöspatának 100 millió forintot kell kifizetnie. Ezt ön hogyan kommentálná? A kúria múlt heti ítéletét. De ugye a szegregáció az önök kormányzása idejére esett. Hát hihetetlen. Hát nem, visszafelé megy a gyerek, hát én beszarok, hát ilyet! Természetesen van tőle is igazán finom dolog, amit csak akartok. Gurmai Zita újra töltve. Ki kell mondanunk, a bukásra készülő Fidesz szegényes kis karácsonnyal bünteti a magyar népet. Mi a fasz?! A boltokban és a benzinkutakon brutális drágaság tombol.
A forint romlása miatt a pénzünk minden nap egyre kevesebbet ér. Ma már ott tartunk, hogy a Tárki felmérése szerint a magyarok háromnegyede az uniós szegénységi küszöb alatt él. Európai mércével nézve 4 magyar közül 3 szegénynek számít. Ki kell mondanunk, a Fidesz rárobbantotta Magyarországra a szegénységet. A legtöbben a nyugdíjasok között nélkülöznek. A nyugdíjasok szegénységi aránya 2010-hez képest több mint 3-szorosára emelkedett. Mindez azért van, mert a Fidesz 12 éve csak az átlagos inflációt számítja bele a nyugdíjemelésbe, a fizetések emelkedését nem. Ez a nő hazudik. Emiatt a nyugdíjak egyre jobban leszakadnak a bérektől, pedig a boltokban a nyugdíjasoknak is ugyanazt az árat kell fizetniük, mint a fizetésből élőknek. És tudják, hogy a nyugdíjasok közül kik nélkülöznek a legtöbbet? A nők. Nem én mondom, hanem a KSH, hogy 2010-hez képest most 4-szer több 65 év feletti nő él szegénységben. Azért van ez, mert a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ezért a nyugdíjuk is kevesebb. A nyugdíjas nők átlagosan 18.000 forinttal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. A Fidesz tehát nem csak az egész ország karácsonyát teszi szegényessé, Orbánék a nyugdíjasokat, köztük a nyugdíjas nőket egy egész életre nélkülözésre ítélik. Teljesen beleestem ebbe a tyúkba. Elkábított a csodás melleivel. Még most is látom. Barom! Régi nagy kedvencünk érkezik most, a kredenc fejű Pikó András. Kármester úr, a közétkeztetési botrány. Tudom. Nincs romlott élelmiszer sehol, tudják, kik a romlottak önök. Aki mindig kedvesen bánik velünk, aki sohasem pikírt, és aki rengeteget dolgozik, élőhelye pedig nem más, mint 8. kerület Józsefváros, amit úgy szétvert, de úgy, hogy ahhoz szavakat se lehet találni. De természetesen vagy másra fogja, nyilván az előző városvezetésre, vagy pedig azt mondja, hogy ezt így kell csinálni. Egyszerűen hihetetlen. Sokat találkoztunk vele a fővárosi közgyűlésben, és mindig közlékeny volt a fiú. Imádtuk. Bocsánat, polgármester úr, egy villámkérdésünk lehetne? Jó reggelt, de tudják, hogy én önöknek nem nyilatkozom. Ezt már megbeszéltük. Megbeszéltük, de akkor egy villámkérdést fölteszek. De ön is jelenti, hogy nem nyilatkozom. Hogy de mindig el szokta mondani a véleményét. Így van, mert hogy mindig az újságíróknak szoktam nyilatkozni. Ja, de ezeket nem unják még ezt az újságíró. Tehát ön eldönti, ki újságíró és ki nem. Én csak egyetlen kérdést szeretnék feltenni, hogy... Mert ön így mondja. Jó, tehát akkor csak az a kérdésem, hogy mit gondol a rablógyilkosságról, ami a Józsefváros... Tehát akkor nem foglalkozik a problémákkal. Tehát Józsefvárosban rablógyilkosság történt egy olyan helyen, ahol nem kérdezték meg a lakókat, és úgy engedték be oda a hajléktalanokat. Mondom, propagandának nem nyilatkozom. Ami kellemetlen, az propaganda. Ami nem önökkel ért egyet, az propaganda. Nem. Az, ami a Fidesz valagából éppen, hogy úgy lóg ki. Jaj, de kedves és szép, igen. Hogy még a trombitájuk nélek, megafonjuk. Miközben van a megafonnak hozzánk, azt mondja már el, mert Pesti TV vagyunk. Pert nyertem többek között önök ellen. Önök hazudoznak, ezért nem nyilatkozom. Ön is tudja, hogy ez nem igaz. Ön is tudja, hogy nem igaz, és nem akar válaszolni a kellemetlen kérdésre. És nagyon el vagy szálva magadtól. Hát jobb, ha tudod. Te is büdöset szarsz. Szarszagú. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nem vagyok egy nagy vadász. Nem tudom pontosan, hogy mikor van a vadászidény. De azt tudom, hogy a jávor szarvas az egy olyan állat, amit azért úgy meg kell becsülni. Védett állat. Nekünk is van saját jávorszarvasunk. Amely ugyan nem védett, de legalább állat. Jávor Benedek, akinek mindig kilóg a szőr az orrából, aki olyan gusztustalan képeket tett ki magáról, amikor főpolgármester akart lenni, ahol így a göcsörtös, gombás lábát mutogatta, mert ő így volt laza. Azóta egy megkeseredett, liberális, hazug, komcsi, akit Brüsszelben ki más fizetne, mint fokhíjas barátunk Karigeri. És megnégyszerezték a pénzét Brüsszelbe. És ott a saját hazája ellen próbál mindent megtenni. Ez a Jávor Benedek. És őt nem is mondhatjuk, hogy milyen fejű, mert tényleg Jávor szarvas feje van. Ez most ilyen no man est omen. Nem szeretjük. A főváros brüsszeli képviselete szoros kapcsolatban áll az európai intézményekkel, köztük az Európai Bizottsággal. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felhívjuk a bizottság figyelmét arra, hogy Magyarországon nem folyik érdemi egyeztetés az önkormányzatokkal. A magyar kormány úgy próbálja elkölteni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy nem teljesíti a jogszabályokban szereplő
együttműködési kötelezettségeit. Uramisten, ez meg milyen állat? Nem tudom. Márpedig ezek teljesítése nélkül az európai intézmények nem hagyhatják jóvá a magyar helyreállítási terveket. A magyar kormány tehát azt kockáztatja, hogy nem tud időben elindulni a helyreállítási alap kifizetései, azért, mert a kormány egyszerűen politikai okokból nem hajlandó végrehajtani a uniós előírások és szabályok szerint kötelezően lefolytatandó társadalmi konzultáció. Vazd meg, te szemét! Szerintünk a kormány nem engedheti meg, hogy a magyar gazdaság, az amúgy is padlón levő magyar gazdaság és a rendkívül nehéz helyzetben lévő magyar társadalom ne jusson hozzá a lehető leghamarabb a helyreállítási alap forrásaihoz, és ezt nem indokolhatja az sem, hogy kisdett politikai játékokat igyekszik folytatni az ellenzéki vezetésű önkormányzatokkal. Hát, ezen sincs termés. Egyiken se. Szerintetek mi történt? Lehet, hogy valaki lefőzte pálinkának? Akkor viszont van egy tippünk, hogy ki volt. És pont ezért ki lehet a kis fejhatározó utolsó, majdnem azt mondtam, hogy állatfaja, de hát természetesen nem, a rothadt ringlófejű Gyurcsány Ferenc. Látva az ország állapotát, azt kell, hogy mondjam, ellenzéknek lenni hazafias kötelezettség. Itt sok mindent lehetne mondani, mert tényleg olyan jó kötözött sonka feje is van, de ha belegondolunk, akkor olyan, az is nemes hozzá. A ringló is nemes, de már egy rothadt ringló, az már egész jó. És Feri pályafutását a rothadás aztán végig kíséri. Minden egyes cselekedetemet, hazám szeretete, Magyarország jövője iránt érzett felelősség vezette. Döntéseim egyetlen közös nevezője Magyarország érdeke volt és maradt. Mi az önképed magadról? Nálad rosszabb vezetőt még soha életemben nem láttam. Erre, ha akarod, ünnepélyesen megesküszöm, elhiszed nekem? És akkor most nem is fogjuk felsorolni az Őszödi böszmének a gusztustalanságait, hogy hogyan lőtte ki a saját népének, a tagjainak a szemeit. Magadtól te lehet, hogy lemondtál volna, amikor mondjuk 2006-ban láttad ezeket az országos akciókat? Nem. Abszolút igazam volt. Tehát egy ilyen beszéd után az ember nem mond le. Ha bolond lenne. Na de látod, hogy ez mit okoz az országban? Mit okozott az országban? Túl voltunk a tévé felgyújtásod a legnagyobb botrányon. Túl voltunk. Nem lehetett tudni, hogy hova fejlődik. Oda fejlődött, hogy képesek voltunk megőrizni a rendet, és jön a hazugság 2006. október 23-án a szemkilövetésről. Jön a hazugság. Semmi ilyesmit, a lovas rohamokat, az ország csődbevitelét, és utána azt a nagy hazugságot és hergelést, amit még most csinál, és hogy most is készül. Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. Egy év múlva, másfél év múlva, mert maguk nem megvédték a magyarokat, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy százak halljanak meg, és ezért maguk lesznek a felelősek. És mi ezt a felelősséget számon fogjuk kérni. Tudják mikor? Amikor győzünk. És tudják mikor fogunk győzni? Jövőre. És maguknak nem lesz kegyelem. Szóval ilyen emberek vannak még mindig a baloldalon, és ők uralják. Ők vezetik azt a szerencsétlen nyájat. Pedig szerintem a baloldalnak, szurkolóknak is jól jönne, hogyha lenne valami értelmes, nemzetben gondolkodó alternatíva. Zoomolj Ferivel, mondtuk, és mondjuk most is, beszélgessünk politikáról. Jézusom! Szia, Lőrinc! Szia! Ja. Jó téged, újra látunk! Na, itt látlak, Marci, látlak! Itt van? Vagy? Szuper! Üdvözöljük együtt Ferit! A szexuális zaklatás pandát! Szexuális zaklatás panda! Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan tudtatok kompromisszumot kötni olyan emberekkel, vagy olyan pártokkal, akikkel nagyon sokáig nem egyezett a véleményetek bizonyos dolgokban. Mindenkire szükség van ebben a küzdelemben. Ez így nem helyes. Nagyon nem helyes. De hát nincs. Egyelőre ilyen tordai benyók meg ilyenek vannak. Apropó tordai, lehet, hogy kéne csinálni egy harmadik kis fejhatározót, de ezt majd meghagyjuk későbbre, most pedig elköszönünk tőletek, reméljük, hogy élveztétek ezt a kis biológiai tanulmánykört, úgyhogy vigyázzatok magatokra, aztán, hogy mi lesz jövő héten, azt majd meglátjuk. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Miért kérjek bocsánatot? Ez a nagy probléma. Tehát ahogyan a szerintem... hazugságért. Melyik hazugságért? Szevasztok! Elmentem, befejeztem, készen van.